A főzéstől az informatikai ismereteken keresztül a gyermekápolói és egészségügyi pályákig több szakma területtel ismerkedhettek meg azok a gyerekek, akik részt vettek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nyári pályaorientációs táborában a múlt héten. A második turnus most indult június utolsó hetében. Nagyon sokan szerettek volna ezen a héten is jönni a múlt héten itt lévő diákok közül, de hát sajnos a létszám betelt, és ezen a héten 17 új fiatal az, aki a táborunkban részt vesz. Gyakorlatilag a felépítésében csak annyiban azonos a két tábor, hogy mind a kettő egy önismereti tréninggel indult, tehát mégis hol vannak most a fiatalok, hogy képzelik el a jövőjüket, mire figyeljenek az önismeret fontosságára és a személyes kompetenciáknak a vizsgálatára hívtuk fel a figyelmet. Figyelnek arra, hogy szabadidős programokat is szervezzenek a felsős általános iskolás fiataloknak. Ezen kívül kézműves foglalkozásokat tartanak, illetve cégekhez üzemekbe látogatnak el, ahol különböző foglalkozásokat ismerhetnek meg. Mind a két héten különböző szakmacsoportokat is ismerhetnek meg, elektronika, elektrotechnika, gépipar, vendéglátás, idegenforgalom, informatika, az mind a két héten jelen van. Ezen kívül gyakorlatilag a könnyűipar, kreatív ipar is a szereplők között található. Ezen a nyáron két egyhetes tábort szerveztek a helyi iparkamaránál júniusban, hogy segítsék a fiatalok pályaválasztását. A programokat az ellátást támogatási forrásból fedezték, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara biztosított.